A második Rákóczi Ferenc általános iskolában keményen dolgozik a csapat. Mellettem Siposni és Huszter Andrea tanárnő. Hol tartanak most a megoldásokban? Reggel 8 óta megy a vetélkedő, és most a 6. feladaton dolgozunk már. Eddig elég sok kreatív feladatot kellett megoldanunk. Most egy picit az internetes keresés, illetve a saját tudásunkra próbálunk alapozni. Egy kvízt kell megválaszolni 21 kérdésből. Úgyhogy most örülünk egy kicsit, hogy pihenhetünk, mert eddig nagyon sokat kellett mozogni. Úgy gondolom mindenféleképpen, hogy a gyerekek nagyon élvezik egyébként ezt a napot, még akkor is, hogyha elég hosszadalmas számukra, hiszen este 6-ig tart a vetélkedő. Pedagógusként hogyan értékeli ezt a vetélkedést? Mindenképpen azért is gondoltam, hogy benevezem az osztályt, annak ellenére, hogy ők nem 8-osok, hanem 7-esek, mert a diákok nagyon nehezen tudják elgondolni ennyi idős korukban azt, hogy milyen irányba tanuljanak tovább. Jó, hogyha kapnak egy kis képet akár már 7-es korukban, vagy még esetleg korábban is, arról, hogy milyen lehetőségeik vannak a későbbiekben, nem csak középiskolában, hanem esetleg a középiskola után is. Ez a játék mennyiben segíti ezt a folyamatot? Mindenféleképpen kapnak valamilyen képet arról, hogy itt a környékben milyen iskolák vannak. Például ugye itt a szakképzési centrumnak már tudjuk, hogy 8 intézménye van, el kellett készíteni a logójukat, rákerestek. Ilyen szempontból biztos, hogy hasznos lesz a későbbiekben számukra, hogy legalább a környékbeli iskolákról kapnak egy átfogóbb képet. Először indulnak a vetélkedésen? Ezen a vetélkedőn, ezzel az osztállyal igen először. Én egy másik iskolában már indultam a Vályi Péter iskola által szervezett 24 órás vetélkedőn, úgyhogy így körülbelül tudtam, hogy mire számíthatok, és tényleg be is jött egyébként, hogy annyira sokrétűek és a feladatok, és annyira nagy kreativitást igényelnek, hogy a gyerekeknek nyilván ehhez még hozzá kell szokniuk és bele kell rázódniuk, de úgy látom, hogy kezd alakulni. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Mi pedig folytatjuk a kalandődületet, még továbbra is Pakson maradunk.